A Nemzeti Tehetségprogram keretében kézről kézre néphagyományaink című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kúten utcai óvodájában. A miniszterelnökség megbízásából az emberi erőforrás támogatás kezelő által meghirdetett a speciális fejlesztés célzó programok támogatása című kiíráshoz a pályázati kategória kódja NTP kötőjel SPC kötőjel 22 kötőjel 0083 kézről kézre néphagyományaink elnevezésű nyertes pályázat 2022. július és 2023. júniusak között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kúten utcai óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió ezer forint. A pályázati programban az óvoda kötő térbeli vizuális tehetségműhelye vett részt tíz gyermekkel, vadainé beállt a tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével a 60 órás program célja. Az őseinktől örökölt kincsekkel való ismerkedés, a népi kismesterséget még ápoló mesteremberek segítségével, a tehetség ígéretes gyermekek nemzeti identitásának erősítése, kulturális értékekkel való megismerkedés lehetősége. A gyermekeken keresztül a családok figyelemfelkeltése a nemzeti értékeink iránt, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek élménygazdagítása és a gyermekkor kötő tehetségműhelyben a térbeli vizuális élmények lehetőségeinek kihasználása. A műhely munkák során a fenntarthatóság fontosságát szem előtt tartva új technikák, új anyagok megismerésével a gyerekek sokoldalú komplex fejlesztése valósul meg. A pályázat feladatai a műhely foglalkozásokon derűs, jó hangulatú, alkotó légkör kialakítása. A gyermekek megmutathatják erősségeiket és sikereket érjenek el. Váljanak befogadóvá a néphagyományaink és az őseinktől örökölt mesterségeink iránt. A pozitív élmények biztosítása a nagyon fontos feladatunk. A nemzeti identitás erősítése, a szülők szemléletformálása gyermekeinken keresztül. A gyermekek sikerélményhez juttatása kiemelkedő feladatunk. Nagy figyelmet fordítottunk a kooperáció, kommunikáció fejlesztésére, szókincsbővítés, verbális kommunikáció fejlesztésére. A szemkész koordináció, téri tájékozódás, test séma alakítására. A gazdagító programokon szerzett új ismeretek, élmények a gyermekek komplex személyiségfejlesztését segítik. Az egyéni differenciált fejlesztésre is lehetőséget nyújt a szülők bevonása a programokba. A szülők lazító programokba való bevonása nemzeti értékeink iránt szemléletformálást segíti. A pályázat tartalmi megvalósítása a pályázat egy nevelési évet átfogó 60 órás tevékenység megvalósítása, amely a korcsoport fejlettségi szintjének megfelelően a tehetség ígéretes gyermekek erősségeit emeli ki. A pályázat felépítését az évszakok jeles napok néphagyományok egymás utánisága adja. A szabadidős és lazító programokon a gyerekek megtapasztalhatták és átélhették a népi kismesterségek által nyújtott élményeket, megismerhették nemzeti kultúránkat és a néphagyományokat. A projekt által megismerkedhettek a városunk népi értékeivel. A múzeumi látogatás megmutatta a kézről kézre, szájról szájra terjedő hagyományokat. Az emberek öltözködését, életkörülményeit, az általuk végzett népi mesterségeket, foglalkozásokat. Ételeiket, kunhimzés motivumait. A program végén látogatást tettünk mezőkövesdre. A hadasváros részben a gyermekek a matyó motívumokat, ruhákat és hagyományokat ismerhették meg.